Linder Andrea kapta idén a Tahidótfalu pedagógusa kitüntető elismerést a Polák Mihály általános iskola tanárai közül. Rendhagyó módon a nevelő testület számára szervezett egésznapos programmal zárta az idei rendhagyó tanévet a Tahidótfalui Polák Mihály általános iskola, mondta el Zakar Ágnes intézményvezető. Rendhagyó tanévzáró értekezletet tartottunk a kollégáknak, rendhagyó időszakot zártunk, rendhagyó igazgatói munkaközösségi beszámolóval, Bartis Helga iskolapszichológusnak és Vacó Zoltán munkaközösségvezető úrnak köszönhetően egy nagyon jó kis workshopba tudtuk kibeszélni itt a Covid idő alatti nehézségeinket, de kihoztunk egy csomó pozitívumot is ebből az időszakból. A tanévzáró értekezleten ki elmondhatta tapasztalatait az elmúlt időszakról. Emellett külön feladatot is kaptak a tanárok az év végére. Plusz még voltam olyan kegyetlen, hogy irattam mindenkivel egy beszámolót, amiből született egy nagyon érdekes és sokat mondó olvasmány. Ez vasárnap a napom egy részét ennek az elolvasására szenteltem, és nagyon örülök, mert nagyon sok mindenre világított rá a kollégáim munkamódszere, hozzáállása és minden más terén. Az értekezlet után a faluházban gyülekeztek a pedagógusok egy főzéssel, megvendégeléssel egybekötött összejövetelre. Itt került sor az elismerő oklevelek, ajándékok átadására. A tantestületből a Tahidótfalu pedagógusa díjat idén Lindner Andrea vehette át. Linner Andrea 1988. január 1-je óta dolgozik az iskolában. Nagyon fiatalon került az akkori tantestületbe. Figyelte a tapasztaltabb kollégákat, sokat tanult tőlük, különösen módszertant. Munka mellett tanult tovább és szerzett diplomát magyar és művelődés szervező szakon Egerben, majd angol szakos nyelvtanári diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Magyar nyelvet és irodalmat tanít a felső tagozaton, valamint angol nyelvet a haladó csoportokban. Tanulók ezreit készítette fel az életre az elmúlt több mint 30 évben. A Polák Mihály általános iskola 30 évvel ezelőtt célul tűzte ki az angol nyelv emelt szintű oktatását. Minden felsős évfolyamon megvalósult a csoportbontás. A haladó csoportok heti 5 órában tanulják a nyelvet, melynek kimenete az állami nyelvvizsga lehetősége. A nyelvvizsgára való felkészítés a 8. évfolyamon történik. Az elmúlt 15 évben 101 tanuló tett sikeres, államilag elismert C-típusú nyelvvizsgát angol nyelvből, alap, illetve középfokon, Linner Andrea nyelvtanításának és felkészítő munkájának köszönhetően. Kiváló pedagógus, osztályfőnök és a felsős munkaközösség vezetője 1992 óta. Linner Andrea a Tahidótfalui Pedagógus Közösség aktív és lojális tagja, akinek biztos, precíz, pontos meglátásai, pragmatikus ötletei nélkülözhetetlenek az iskola számára, írja az intézmény igazgatója a méltatásban. Pályája során 100 körüli színvonalas iskolai és községi ünnepség műsora kapcsolódik a nevéhez, most legutóbb például fő kezdeményezője volt a 2020. évi ballagás megtartásának a rendkívüli helyzet ellenére és mellett, annak főszervezője, motorja, összetartója volt. Rengeteg újságcikket írt a Tahidótfalu községi tájékoztatóba, az egyik osztályával osztályújságot, majd iskola újságot írtak, de írtak színdarabot, melyet előadtak az iskolai farsangon, vezetett iskola rádiót és rendezett bábelőadást is. Pedagógus nap alkalmából tankerületi elismerő oklevelet kapott 2013-ban és 2018-ban. Linner Andrea az iskola ikonikus személyisége. Ebben a tanévben felterjesztették a Bonisbónak kitüntetésre kiváló tehetség segítő kategóriában. Magam se tudom, hogy telt el ez a 32 év, amikor
20 éves pedagógus jelöltként, vagy nem is tudom micsodaként, egy ilyen érettségivel rendelkező kis lelkes emberként ide beléptem ebbe a tantestületbe. Horányi Éva, Tasnádéné Margit voltak azok a pedagógusok, akiknek igazából így visszatekintve azt hiszem, hogy a legtöbbet köszönhetek. Több igazgató alatt, ha tetszik, úgy szolgáltam, kicsitől kezdve, aki ugye nem rég költözött el, most Ági az intézményvezető. Minden igazgatónak volt bizalma abban, hogy munkaközösség vezetőként helytálljak, bevallom, ez nem mindig könnyű. Nagyon nagy felelősséget érzek a kollégáim iránt, és nagyon jó érzéssel tölt el, amikor azt tapasztalom, hogy olyan jól megférünk egymással, meg tudunk beszélni dolgokat, helyre tudunk tenni dolgokat, és én úgy gondolom, hogy ebben a világban, amiben most élünk, és amiről sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy barátságos világ, azt hiszem, annyira nem. Ez egy nagyon-nagyon nagy érték, hogy a szeretet üzenetét, nyelvét át tudjuk adni egymásnak. Ez a ballagási műsor is így pattant ki egy kicsit a szívemből is. Ezúton is szeretném nektek megköszönni, hogy ebben is partnerek voltatok, hogy ez így sikerült, ahogy sikerült. Annyi kiváló tehetség van ebben a tantestületben, és mindannyian, aki a maga területén nagyon-nagyon magas szinten teljesít. Nagyon köszönöm Áginak, nagyon köszönöm Klárinak. Ezt olyan titokba tartották, erre nem is történt még csak a leghalványabb utalás se, és láthatjátok, hogy föl se öltöztem erre az alkalomra. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Polgármester úrnak mindig meglepnek a kedves szavai, hogy milyen egy külső szem mit vesz észre, vagy mit lát. Gabinak is nagyon köszönöm a műsorokban az együttműködést. Ez egy olyan pálya, amilyenk, ami úgy tűnik, hogy az ember egyedül áll egy osztály élén, de hát akinek egy kis sütnivalója van, az tudja, hogy ez mindig csapatmunka. Úgyhogy köszönöm még egyszer mindannyiótoknak az elismerést, és nagyon-nagyon sokat jelent a számomra. Az összejövetelen kiváló szakmai munkájáért és tehetséggondozásért elismerést kapott Magyarné Rátóti Katalin, Cserekjéné Szente Ildikó és Kovács László Zoltánné, Pap Judit felvételire előkészítő munkájáért, Matus Klára igazgató helyettesi munkájáért, valamint Princné Bérci Krisztina, Vacó Zoltán és Éliás Szalai István iskolát segítő tevékenységéért kapott elismerést. A kötetlen, jó hangulatú összejövetelt a Mákó Miklós igazgató helyettes által készített gulyásleves és a faluház kemencéjében sütött kenyérlángos elfogyasztása koronázta meg.